Július 24-e van, hétfő este, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az egyenes beszédet látják, én Rónai Egon vagyok. Tusványos után, természetesen Tusványosról beszélgetünk, két politikust, vagy ex-politikust, nézőpont kérdése, hívtam. Schiffer András nyilván azt mondja, hogy ő ex-politikus, jó estét kívánok. Mesterházi Attila pedig azt mondja nyilván, hogy aktív politikus. Jó estét. Jó estét kívánok. De annyiból mindkettőjük pozíciója kicsit távolabb van most attól a helyzettől, mint amiket a korábbi években mondjuk a parlamenti megszólalásai kapcsán megszoktunk, hogy azt gondolom, hogy három lépés távolságból tudjuk elemezni azt, hogy mi történt Tusványoson. Egyáltalán történt-e valami? Kezdjük azzal. Hát történt, ugye annyit a miniszterelnöknek a érdemére kell írni, vagy pozitívan kell fölfogni, hogy ezeket a beszédeket azért mindenki várja egy picit. Ki ilyen szemszögből, ki olyan szemszögből, de hogy mindenki odafigyel rá, és egy politikusnál az egy fontos dolog, hogyha van egy olyan pont, amikor ugye rá összpontosul jobban a figyelem, különösen mondjuk például külpolitikai figyelem is. Tehát ilyen szempontból szerintem mindig várakozással figyelnek erre. A másik az az, hogy most ez a beszéd szerintem az egy a korábbiakhoz képest egy kimondottan visszafogott, vagy kevésbé izgalmas, érdekes, kevés újdonsággal szolgáló beszéd volt, már az orbáni szemszögből nézve. Ugye a tavalyi beszédét elrontotta a miniszterelnök, ott ugye ezzel a kevertfajú nép, peket mi nem akarunk. Ugye hát elrontotta, nem ezt akarta mondani. Hát ugye utána bocsánatot kért érte, most azért legyünk, vagy próbálok udvarias lenni, hogy utána azért az osztrák kancellárra tartott sajtótájékoztatóan ezért bocsánatot kért később, ami ugye ritka pillanat Orbán Viktor életében. Tehát ebből kifolyólag mondom azt, hogy tavaly eluralta egy hiba a beszédét, tehát nem lehet sikeresnek minősíteni azt a beszédet sem. És itt meg úgy látom, hogy amit a román külügyminiszterünk megírt neki, hogy miről nem kellene neki beszélni, az miután elviccelődött rajta a miniszterelnök jó hosszan, utána betartotta, hiszen azokat a témákat olyan formában, ahogy ezt a figyelmébe ajánlották, azért nem nagyon érintette a magyar miniszterelnök. Hát egészen furcsa módon tartotta be, mert hogyha betartotta volna, akkor nyilván nem sorolja fel, és nem kommentálja őket rögtön a beszédet kezdetén. Egy kommunikációs húzás volt, szerintem nem ügyetlen egyébként ez a kommunikációs húzás az ő szempontjából nézve. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy ügyes lépés volt. Az egy másik kérdés, hogy most mit jelentett ez a román belpolitikában, és ennek milyen leképeződése volt, ahogy ott ironizált, viccelődött a román miniszterelnökkel kapcsolatban, vagy éppen az államelnökkel kapcsolatban. Tehát nem véletlenül kérették be a magyar nagykövetet egyébként. Jelent az valamit azon túl, hogy persze viccesnek tűnik első hallásra, hogy amióta ő miniszterelnök, már a 20. miniszterelnöknél tart Románia, hatalom technikai szempontból, vagy a hatalom megközelítése szempontjából? Nagyon könnyű erre azt mondani, hogy na lám csak, tehát hogy mégiscsak ez a legfontosabb? Hát szerintem, ami botrányos volt ebben a beszédben, az nem az, amit itt sokan kritizálnak, mármint a beszéd veleje, mert magában az, hogy egy miniszterelnök, de akár egy pártvezető időnként megfejti a világot, és próbál egy narratívát adni, legalább a hívein megpróbálja elhelyezni térben, időben, szerintem ez tök rendben van. Bár minden magyar parlamenti, tehát az ellenzéki vezetők is ezt rendszeresen megtennék. Tehát nem ezzel van a gond. A gond azzal volt, hogy pontosan ez a vicceskedés, és én itt elsősorban Romániáról beszélek. Tehát az, önmagában az, hogy egy demarsot ilyen gúnyolódva ismertett, és utána olyan kiszólásokat engedett meg magának a miniszterelnök, amiben lehet, hogy még tárgybelileg igaza is van, hiszen a románok valóban 100 éve nem hajlandóak közigazgatási egységként elismerni Erdélyt meg Székelyföldet, de pontosan tudjuk, hogy ezek a mondatok, amik lehet, hogy egy kocsmai beszélgetésnél kellemes röhögést váltanak ki, ez a diplomáciában mit jelentenek. Na most itt nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy a miniszterelnök most Tusnádfürdőre kivételesen úgy érkezett, hogy előtte a román miniszterelnök vendége volt Bukarestben. És onnét jött ilyen, még nem fogjuk. Csolákúval tárgy, gyakorlatilag ez egy bemutatkozó látogatás volt. Grindelánu korábbi miniszterelnök, ugye a valamikori testvérpártodnak a vezetője, és Kelemen Hunor társaságában. Én kifejezetten örültem egyébként, hogy itt valami olvadás megindul. Na most ehhez ugye azt is látni kell, hogy Románia egy fő prezidenciális rendszer. Én gyakorlatilag, de majd Attila kijavít, kizártnak tartom azt, hogy a Csolákó Orbán megbeszélésén erről a demarsról ne lett volna szó. És én azt vettem ki így a különböző jelzésekből, hogy még az is lehet, hogy jelzés volt a román fél részéről, hogy ez nem a kormány álláspontja valójában, hanem az elnöki. Az elnök és a PESZEDE, tehát ez a testvérpártotok,
ezek így állnak szembe. Hát a Johannes az nem is annyira a Penele, hanem a liberálisoknak, az Usserének az embere. Tehát lehet, hogy Orbán úgy gondolta, hogy most egyet odapörköl az elnöknek, és próbál jó fiú lenni a miniszterelnök felé. Egy dolgot vétel, hogy neki taktikailag mind Románia, mind Szlovákia esetében olyan utódpártiakkal, szocialistákkal kell úgymond jóba lennie, taktikai szövetséget kötnie, akik, ez magyar szemmel nagyon különös, ott a nacionalista tábort képviselik. Tehát ha úgy tetszik, a szuverenista politikát, illetően Közép-Európában Orbán a szocinten, vagy az Európai Szocialista Párthoz tartozó vezetők, ilyen a horvát elnök is, inkább talál szövetségest, mint a konzervatív liberális vezetők részéről. De ezzel a kiszólásával paradox módon pont a Csolákújék vagy a Peszede mögötti tábort háborította fel még jobban. Sőt, hogyha jobban végig gondoljuk az imént elhangzottakat, akkor most fordulok Mesterházi Attilához is egyúttal, akkor ebből az is következik, hogy ez nem lehetett egy sikeres találkozó a román miniszterelnökkel. Mert hogyha ha az, akkor utána nem szólok így vissza másnap a nyilvánosság előtt. Bocsánat, földszintes logikával én arra tudok következtetni, meg valamennyire így a miniszterelnök észjárását ismerve, hogy ő azt vette le a jelzésekből, hogy ez nem a Csolákú kormánynak az álláspontja feltétlenül, hanem ott az elnöknek van ráhatása a külügyre és a védelemre. És ezzel ő gyakorlatilag úgy szól vissza a külügynek, hogy valójában Johannesnak üzen, aki, hát hogy úgy mondjam, nem keverbéli jó barátja a peszedés miniszter. Na jó, csak hogyha ezt végigvesszük utána sorba, hogy a ezért szlovákokkal milyen konfliktus alakult ki egy pillanat alatt, hogy a szlovákok jegyzéket intéztek a magyar külügy felé, hogy Csehországban miniszterelnöki szinten szóltak vissza a magyar miniszterelnöknek. Idéztem itt az összebeszédben a híradó végén, amikor Gajdos Tamással beszéltük meg, hogy mi következik, hogy mit mondanak az osztrákok a sajtóban, tehát hogy ez a harmadik birodalom népi mozgalmainak stílusa volt, amit megengedett magának. Szóval ezek nagyon, nagyon rossz reakciók arra, amit egyébként azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnöktől elvárhatnánk, hogy jóba legyünk a környezetünkkel. Ez már régóta nincs meg, tehát néha, amikor nem mond olyat, akkor is szerintem ez az image rajta ragadt a magyar miniszterelnökön. Andrással én egyetértek az államelnökkel az a kapcsolatos értékelésre, csak egy a baj, hogy közben beszólt a román miniszterelnöknek is, akivel előtte nem akart beszólni, csak így sikerült. Hát, ugye maradjunk akkor abban, bocsánatot kér a legközelebbi osztrák kancellártól. Ilyen tapasztalt politikus, mint a miniszterelnök, aki ilyen régóta van a politikai élvonalában, hogy ilyen hibát nem követhet el, hogy egyszerre sikerült mind a két közjogi méltóságot. Főleg felolvasva, nem? Na, igen. És ráadásul úgy, hogy ugye azért ezt az ottani Szocdem párt struktúra, mondjuk, ha szabad így fogalmaz, azért úgy értelmezte, hogy megtámadta az ő vezetőjüket is, és én attól félek, hogy nehogy ez a beszéd, ez az NMDSZ-nek legyen egy gyászbeszéde a következő időszakra. Ugye a román sajtó próbálta is ezt bizonyos szempontból így beállítani. Ugye ma egy felmérés, hogyha jól emlékszem, 4%-ra mérte az NMDSZ-t az 5%-os küszöb kapcsán. Nagyjából ez az első ilyen, amikor az RMDSZ bemérik a küszöb alá, közben már ugye nincs bent a kormánykoalícióban az RMDSZ, tehát én azt gondolom, hogy ez a határon túli magyaroknak sem jött jól, sem itt, sem a felvidéken egyébként. Amiket egyébként, és most a külpolitikától függetlenül mondott a miniszterelnök arról, mit gondolnak az urak. Ugye akkor szokott ennyit beszélni történelmi összefüggésekről, amikor hazai sikerekről keveset lehet. Amit hazai sikerként megemlített, az ráadásul úgy és abban a formában nem is volt igaz. Tehát, hogy hány százalék és mekkora növekedés, és 64% helyett 80%-ot mondott, és ilyen apró hibák voltak a beszédben, de akkor téma a történelem, amikor a jelen idő kínos. Erről nincs mit mondani, így van. Tehát én azt gondolom, bocsátok egy gondolat, hogy szerintem azt pontosan megtudtuk a beszédéből, hogy mi lesz 2030-ban, meg 2040-ben, de hogy holnap, meg a jövő évben mi lesz, azt még nem tudjuk. Azt mondta, hogy majd, hogyha hát jobban ugye, megy, akkor már 40-ről is beszélünk. Most értem, hogy ugye hosszú távon elemezgette ugye ezt a történetet, én azt gondolom, hogy nem volt jó híre a magyar választópolgároknak, hiszen nagyon nehéz egy év fog következni, az egészen biztos. Hát először még egy pillanatra azért én visszautalnék az egyéb szomszéd országbeli kritikákra. Szerintem ezek másra vonatkoztak, mint a román érzékenységnek a megsértés, vagy ez a taktikátlanság a miniszterelnöktől. Tehát én itt a szlovák meg a cseh történetre nem is nem fordítanék szót, viszont azért engem már régóta idegesít,
az, ahogyan az osztrák sajtóit fölkísérbe obakterezik rendszeresen. Tehát én Ausztria vagy az osztrák közszereplők, osztrák sajtó esetében picit szerényebben közlekednék a náci múlt meg a holokauszt tekintetében, akár Magyarország, akár más ország, aki elszenvedője volt a náci uralomnak a vonatkozásában. Hát voltak éppen azért Ausztria is elszenvedője volt az Anschlusszal. Nem mindenkinek azt gondolom, tetszett Magyarország, oké, mint hogy Németországban sem mindenkinek tetszett, maradjunk ebben. Ausztria esetében nem hadonásznék ennyit a náci múlttal, amikor más országoknak a belső viszonyait kritizálom, ennyit akartam ezeket sem mondani. Viszont ami a magyar belpolitikát illeti, azért attól függetlenül, hogy a miniszterelnöknek ezek a tusványosi beszédei mindig és előre közölten, ez így volt már 6-7-8-ig, amikor nekünk kellett itt hivatalból reagálkodni gyorsan, 6-7-8 évvel ezelőtt is mindig egy elemeltebb szinten van, egy ilyen geopolitikai fensíkon próbál körbe tekinteni, hogy mi újság van, ez idáig oké. Volt viszont üzenete a magyar belpolitikát, illetve most nem csak a statisztikai számokkal való bűvészkedésre gondolok, hanem amikor szembeállította az európai alkotmányokat, amelyek énközpontúak, a magyar alaptörvénnyel, mire azt mondta a miniszterelnök, hogy itt a középpontban a mi van. Hát én tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ebben Orbán Viktornak teljesen igaza van. Kérdés az, hogy kire gondol a mi tekintetében. Tudnék, hogyha a NER lovagrendet érti a mi alatt, akkor 100%-ig egyet tudok érteni Orbán Viktorral. Tudnék, ez tényleg a cinizmus magas iskolája. Mert kétségtelen, hogy a 11 előtti alkotmányos rendszer teljesen értékneutrális volt, ha úgy tetszik, 89 és 11 között. Viszont volt szociális jogára. Pont a Bokros csomag kapcsán az Alkotmánybíróság meg is szabta ennek a minimális feltételeit, ami alá nem lehet menni. A mai alaptörvényben nincsen szociális jogállam. A mi jegyében ma gyakorlatilag a Balatonpartot a NER lovagok úgy kerítik körbe és nyomják agyon lakóparkokkal, ahogy nem szégyelik, mintha nem lenne holnap. Most az van, hogy a mi jegyében, meg a családbarát kormányzás jegyében a gyermekvédelmi intézményrendszer rohadt szét. Miről beszél a miniszterelnök a mi jegyében? Az egészségügyi oktatásról nem is beszélve. De az még... egyetemekről viszont beszélt. Teljesen értelmezhetetlen mondatot mondott, hogy jönnek fel a magyar egyetemek a világranglista, melyiken. Meg melyiken, igen. Én is próbáltam kikeresni. És egy másik, hogy érdekes volt, hogy azért ez a beszéd megint egy kicsit Kínáról megint jobban szólt. Ugye szerintem ez összefüggésben van azzal, hogy az ősszel Kínába készül a magyar miniszterelnök. Tehát szerintem ez a Kínának az ilyen típusú kiemelése és egy ilyen pozitív kontextusba helyezése, ez szerintem egy picit összefügghetett azzal is, hogy Kínába készül a magyar miniszterelnök. Egy nagy miniszter úr járt Kínába, ugye különböző kínai hitelekről tárgyalnak folyamatosan, hogy megpróbálják valahogy az Európai Uniós finanszírozást kiváltani kínai hitellel, ami mindig egy nagyon veszélyes mutatvány. Ugye én azt szoktam mondani, hogy az oroszok láthatóan tankkal mennek, a kínaiak meg bankkal. De azért nem tehát sok kínaiak jöttek bankkal. Ott azért ez egy, ugye predátor tőkének hívják ezt, ami arról szól, hogy olyan befektetéseket eszközölnek, aminek aztán nagyon magas politikai vagy stratégiai ára is van. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök ennyiben egészen biztosan egy ilyen aktuál politikai, külpolitikai cél miatt is beszélt erről. Ilyen hosszú egyébként az az értelmezés, amit adott, azt már 2019-ben megírták a Válasz Online-on, vagy hogy. Tehát, hogyha azt a cikket betettük volna a beszédébe, akkor nyugodtan föl lehetett volna. Hát csak azóta olvasni. Sok minden változott, például az unióval való kapcsolat. Így van, azért mondom, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a kínai kiszolgáltatottság ügyében. Itt van még egy súlyos probléma, aminek kőkemény belpolitikai vonzat is van, lásd akkumulátorgyárak, hogy miközben a geopolitikai diagnózissal, tehát ami arról szól, hogy vége az egypólusú világrendnek, és minden, ami ebből következik, ebbe sok újat nem mondott, mert az elmúlt fél év vagy egy év Orbáni megszólalásaiból ezt nagyjából össze lehetett állítani. Sőt, hát ez már egy szinte már közhelyszerű, én ezzel nagyon vitatkozni nem tudok. Csak ami következtetést az ország számára levon ebből a miniszterelnök, az egészen fatális. Tudnélik, hogyha már ugye itt ebbe, amit te is idézel, Attila, ebbe az okfejtésében, ő még a nyílt katonai összecsapást sem tartja kizártnak, ami egy súlyos kijelentés az Egyesült Államok és Kína között. Na most, hogyha egy ilyen helyzetben látja a magyar miniszterelnök a világot, akkor valóban az az ország javát, a nemzeti javát szolgáló stratégia, hogy Magyarországot még jobban bebékjúzza a külföldi függésbe? Nem csak a rablóhitelekről van szó, az egész gazdaság, mint a kínai rablóhitel,
hanem hogy a magyar gazdaság stratégia most már az akkumulátorgyáraknak köszönhetően ezer szálon fog a nagy globális ellátóláncoktól függeni. Itt nem kell, hogy Isten őrizzen, hogy katonai összecsapás legyen kelet és nyugat között, mármint Kína és az USA között. Épp elég, hogyha a szankciós politikát elindítják Kína felé. Ha a magyar gazdaság ilyen szinten monokulturális, lásd, német autógyár, kelet-ázsiai akkumulátorgyárak, akkor egy újabb szankciós hullám meg fogja fektetni a magyar gazdaságot. Volt egy tételmondat ebben a beszédben, szerintem ezzel érdemes zárnunk. Azt mondja Orbán Viktor, aki egyedül van, az nem szabad, hanem magányos. Azok összefüggésében, amikről itt most beszéltünk, ezt a mondatot... Hát ha magára értette, akkor érthető. Tehát látjuk itt csak a környező országokat, hogy Magyarország mennyire egyedül van. Olyan stratégiai partnereket választott magának Orbán, akikkel hosszú távon nem lehet magyar nemzeti érdeket érvényesíteni. Én azt látom, hogy egyre inkább derül az ki, hogy a miniszterelnök mégsem lát a jövőbe, csak szerencséje volt az elmúlt időszakban. És szerintem egyre többen kezdik azt érteni, hogy ez a külpolitikai stratégia, a geopolitikai stratégia, amit ők választottak, ez bizony Magyarország nemzeti érdekével ellentétes. Záró mondat. Az, hogy végre egy egyébként szerintem helytálló diagnózisból 13 év után le kéne vonni azt a következtetést, hogy Magyarországnak a saját termelő kapacitásait és a helyi gazdaságot kellene megerősítenie. Schiffer András, Mester Ezi Attila, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.